különös aktualitása van, hiszen pontosan 20 évvel ezelőtt indult el az elfolyam képzés, annak a tanévnek a megnyitóján 20 évvel ezelőtt 1994. augusztus 30-án az ünnepség díszvendége volt itt a Csernátiban Magyarország akkori köztársasági elnöke Göncz Árpád. Az akkor elhangzott szavai ma is újra időszerűen. Következőket mondtam. Nem tudjuk még, hogy hogy fog alakulni Magyarország gazdasági szervezet. Nem tudjuk pontosan, mi az a szaktudás, amire szükség van. Nagyon nehéz most meghatározni az optimális követelményeket és iskola szervezetet. A feladat azonban nem túl választás. Próbálkoztunk olyan vele, hogy abban a hétben, hogy beletalálunk, a diákoknak pedig hinniük kell abban, hogy amit választanak, azzal a tevékenységgel megtalálják életpályájukat, kiteljesítik életüket, megtalálják saját magukat. Ezt a tanítéletet mindig az jellemezte, hogy elégedett az időnek. Olyan tudást adnak itt, ami többféle pálya felé nyitottan teszi a diákokat, eddig az idézet. Ma is gyors változásnak időszakát élünk. Egyik napra a másikra szűnnek gyárak, és alapnak mások újakat. Magyarországon most már szerencsére az utóbbiak vannak többségben. Mi itt a Csernátiban, az algoritmarban és az ahhoz kapcsolódó ágazatokban látjuk a jó jövő lehetőségét. Azért kínáljuk a hozzánk érkező diákokat az itt oktatott szakmákat. Ezen törekvéseinket támasztja alá, tavaly a járműiparban foglalkoztatottak létszáma 9%-ban nőtt. Magyarországon az idén 6500-al többen építik a kocsikat,